Idén januárban helyezték üzembe Tolna vármegye első fixálású úgynevezett trafiboxát. A Paks gyapánál található fűthető, páramentes doboz forgatható is, így mindkét irányból alkalmas a sebességmérésre. Az ehhez szükséges műszer nem mindig van benne, így sosem lehet tudni éppen mikor működik. Most az országban újabb 48 ilyen eszközt helyez el a rendőrség forgalmas szakaszok mentén, de nem ez az egyetlen változás, amivel a gyorshajtók elleni hatékonyabb fellépésre törekednek. Május 1-ig a trafipaxok által kiírt sebességadatokhoz a rendszer valamennyit magától hozzáadott. Ez átlagosan 3% volt, arra hivatkozva, hogy a mérőműszerek ilyen hibahatárral dolgozhatnak. Ezt viszont most megszüntették. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lakott területen közlekedik, ahol ugye 50 km/h megengedett sebesség a legmagasabb sebesség, amellyel közlekedhetünk, akkor ha 65 km/h közlekedik, akkor már az objektív felelősség szabályainak megfelelően, vagy Vas megyéből, vagy pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből várhatja a közigazgatási bírságról szóló határozatot. Abban az esetben, hogy a 90 km/h a legnagyobb megengedett sebesség, ez lakott területen kívül van, akkor 105 km/h sebességnél várható ugyanez. Ha viszont az autóst rendőr állítja meg gyorshajtás miatt, akkor nem kell különösebb változásra készülni. Ha valaki 50 km/h helyett magasabb sebességgel közlekedik, és megállításra kerül sor, és nem 65 km/h magasabb sebességgel közlekedik a jármű vezetője, akkor helyszíni bírságra számíthat. Abban az esetben, hogyha nem ismeri el a felelősségét, akkor akár szabálysértési eljárás is indulhat ellene, de enyhébb esetekben akár figyelmeztetéssel is záródhat az intézkedés. Gyorshajtásért idehaza egyébként akár 500 000 forintos bírság is kiszabható.